A vajdasági és a portugál nyugat-balkáni gazdasági kamara elnökei együttműködési szerződést írtak alá, melynek fő célja Portugália és Szerbia, vagyis vajdaság gazdasági kapcsolatainak erősítése. A külföldi beruházók Vajdaságba ez idáig több mint 5,5 millió eurót fektettek be, és több mint 70 ezer új munkahelyet nyitottak, de sajnos közülük kevés a portugál befektető. A jövő évben azonban az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár partnere Portugália lesz, amely várhatólag hozzásegít ahhoz, hogy virágzó együttműködés alakuljon ki a két ország között. Ismeretes, hogy Szerbiában és ezzel együtt Vajdaságban az elmúlt 20 évben a mezőgazdaság jelentette az egyedüli biztos pontot, és ez az, ami a fejlődést is előrevetíti. Ezért szeretnénk a portugál szakemberek segítségével kihasználni a mezőgazdaságban rejlő további lehetőségeket. Az együttműködés a két fél között több szempontból is fontos. Portugália példája számunkra követendő, mert olyan országról van szó, amelynek kiemelkedő a mezőgazdasága. Tapasztalataikból sokat tanulhatunk. A környezetvédelem, a megújuló energiaforrások és a városfejlesztés területén szerzett tapasztalatainkat tudjuk átadni Vajdaságnak. Az együttműködés első lépése ez a mai szeminárium, melyen a legkiválóbb szakemberek is jelen vannak. A szakembereken kívül üzletemberek, civil szervezetek tagjai, donátorok, meg a nemzeti, regionális és helyi hatalmi szervek képviselői is részt vettek.